Alkalmazkodsz vagy alárendelődsz? Szeretettel köszöntelek, német Jerika vagyok, önismereti tréner. Néhány videómban már korábban elmondtam, hogy az jár jól, aki könnyen tud alkalmazkodni vagy igazodni a körülményekhez. Elmondtam, hogy ne a körülményeket, ne más embereket, ne a környezetet akarjátok uralni és változtatni, hanem azt vegyétek tudomásul, hogy az olyan, fogadjátok be, ismerjétek meg és alakítsátok magatokat a körülményekhez, a változásokhoz, mert ezzel sokkal rugalmasabbak és boldogabbak lehettek az életben. Sokan megértették, hogy mit is szeretnék közvetíteni. Néhányan pedig a kommentelők közül a félelmeiken keresztül hallgatták, amit mondok, vagy olvasták az írásomat a blogban. Sokat tanakodtam, hogy vajon mit érthetnek másképp, mint ahogy én szándékoztam elmondani, ugyanis néhány kommentelő felháborodva adta tudtomra, hogy baromság, hogy alkalmazkodjunk, hiszen ebből csak az fog kisülni, hogy elveszítjük önmagunkat. Ezért úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az alkalmazkodás és az alárendelődés között. Akik azt gondolják, hogy az alkalmazkodás azt jelenti, hogy elveszítem önmagam, azok valójában az alárendelődésről beszélnek. Én alkalmazkodást mondok. Nem egy másik emberhez, hanem az élethez, a körülményekhez. Azért fél az ember az alárendelődéstől, mert pontosan tudja, hogy az együtt jár azzal, hogy elveszítheted adott esetben a saját döntési lehetőségeidet. Na hát akkor tegyük tisztába. Az alkalmazkodás épít, az alárendelés mindig gyengíteni fog téged. Mind a kettő a te döntésed. Mind a kettőben te vagy cselekvő, mind a kettő rajtad múlik. De nem mindegy, hogy hogyan. Aki alkalmazkodik, az tudomásul veszi, hogy az élet változik. Hogy a legállandóbb dolog az életben, a valóságban az, hogy minden zajlik, minden tart valamerre, minden változik. Éppen ezért, aki alkalmazkodik, az ennek a változásnak a tudatában áll az életéhez. Alkot célokat, kitűzi maga elé a célokat, és tisztába kerül a vágyaival. Ezekről nem mond le. De azt pontosan tudja, hogy a körülmények, a környezet azzal, hogy változik, örökké fölülírhatja az ő szabályait. Na most, aki alkalmazkodik, az a céljait és a vágyait megtartva folyamatosan fogja az útját, a módszereit, az eszközeit igazítani a környezetben megmutatkozó változásokhoz. Tulajdonképpen ezt hívják fejlődésnek. Amikor képes vagy tartani a lépést az élet változásaival, meg tudod lovagolni a változás hullámait, szelét, akkor tulajdonképpen te építeni tudsz. Ehhez azonban az kell, hogy a vágyaiddal tisztában legyél, és a céljaidról ne mondj le. Aki alárendelődik, az viszont éppen fordítva teszi. Azért rendelődik alá, mert azt gondolja, hogy pillanatnyilag azzal fog jobban járni, ha lemond valamiről. És az a baj, hogy az alárendelődés során éppen a vágyairól vagy a céljairól mond le. Azt reméli, hogy ha lemond, akkor talán megmenekül egy konfliktustól, meg tudja magát védeni egy bizonyos helyzetben, vagy valakik jobban fogják őt szeretni vagy elfogadni. Az alárendelődő azt hiszi, hogy mások érdekében mond le arról, ami számára fontos. A lényeg azonban mindenképpen ugyanaz, lemondásai vannak. Ha lemond a céljáról, lemond a vágyairól, akkor nagyon messzire fog kerülni önmagától az ember. Ezáltal gyengülni fog, és egyre inkább kiszolgáltatottabbá válik azokkal szemben, akik miatt ezeket a lemondásokat tette. Tehát az alkalmazkodás az azt jelenti, hogy megtartom a vágyaimat, a céljaimat, én döntök, és igazítom az utamat, az eszköztáramat, a módszereimet a körülmények változásához. Kihasználom minden egyes pillanatban azt a lehetőséget, amivel közelebb juthatok a céljaimhoz. Az alárendelődés viszont mindenképpen egy lemondást jelent. Nézd csak meg egy nagyon egyszerű példán keresztül. Mondjuk eltervezel valamit, hogy holnap elmész egy nagyon fontos programra. Igen ám, de másnap reggel vagyis holnap szakad az eső. Ég szakadás földindulás van. Aki alkalmazkodó, az azt mondja. Rendben, esik az eső. Meg tudom változtatni az esőt? Nem. Meg tudom állítani? Nem. Tudok a körülményeken változtatni? Nem. Elfogadom, hogy ilyenek. De a célomat azt, hogy elmenjek arra a programra, azt megtartom. Hogyan fogok tudni eljutni szakadó esőben a programomra? Hát ugyan gyalog terveztem, mert jó lett volna egy séta, de a lényeg nem a gyaloglásban van, hanem abban, hogy ott legyek a programom. Rendben, húzok egy esernyőt. Fogok egy esernyőt, és az esernyőm lesz a segítségemre abban, hogy a célomat megvalósítsam egy olyan körülményben, mint az eső, ami ellen nem tehetek. Na most az, aki alárendelődik az egy ilyen helyzetben, amiről ő nem tehet, nem az lesz, nem azt a döntést fogja hozni, hogy elfogadom, hogy szakad az eső, hanem első lépésként haragudni fogok azért, mert ha szakad az eső, második lépésben lemondok a programomról, mert hát ebben a szakadó esőben ez kivitelezhetetlen. Tehát gyakorlatilag az alárendelődő fél első lépésben hárítja a felelősséget arra a körülményre, ami változott, ami történt, majd második lépésben lemond a saját cselekvési lehetőségeiről, és olyan döntést hoz, amely együtt jár azzal, hogy nem fogja tudni megvalósítani a céljait. Én ezt az utóbbit nem javaslom senkinek. Én azt mondom, légy tudatában azzal, annak legyél tudatában azzal, hogy te hozod a döntéseidet az életedben, és minden pillanatban hozhatsz döntést. Ha másról nem, akkor arról mindenképpen, hogy milyen legyen a hozzáállásod egy helyzethez. Minél jobban tudsz alkalmazkodni, minél képesebb vagy felvenni az élet változásaival a lépést, annál fejlődő képesebb vagy, annál, sokkal, annál többre fogod vinni, annál boldogabb lehetsz. Köszönöm szépen a figyelmedet, hogy velem tartottál, és szeretettel meghívlak önismereti kúzusaink valamelyikére is, Gáborral közösen. Sok-sok felismerésre juthatsz, aha élményekkel telhet a napod, miközben önmagadhoz is közelebb kerülsz. Vagy szerezd be otthonra önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon kényelmesen magadról. Most pedig elköszönök, ahogy szoktam, Ki kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magadnak, magatoknak kívánnátok még. Tartsatok velünk élőben is!